Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Müller Péter, Sziámi. Abaházi Csaba, szevasz. De jó! Hát akkor legyen mindig az, hogy bemondjuk egymás nevét. Hát figyelj, ez elemi kínai udvarias. Hello, üdvözöllek. Nagyon-nagyon régóta vártuk ezt a pillanatot, hogy beszélgethessünk. A papáddal már beszélgettünk, és az egyik legnagyobb elismerés, szeretem, amikor jön valami visszajelzés, hogy milyen a műsor, meg egyáltalán milyen volt velem beszélgetni, és hát nem tudom kimondani azokat a szavakat, amiket a papád mondott abban a pillanatban, amikor kikapcsoltuk a mikrofont, de te hát nagyjából ismered szerintem az öreget, hogy milyen szavakat használt, amikor azt mondta, hogy ez nagyon jó volt, a nagyon helyettesítette egy másik szóval. És abban bízom, hogy ez a mai is jó lesz. És azért kezdtem a papáddal, mert ez egy annyira érdekes dolog, hogy hosszú-hosszú évtizedekig meg voltam róla győződve, hogy ti tényleg egy vérből valók vagytok, mert nekem tök egyformák vagytok, és nem feltétlenül a fizimiskátok, hanem a gondolkodásmódotok, ahogy beszéltek, ahogy... Tehát olyan egyformák vagytok, és aztán persze kiderült számomra is, hogy fogalmazzam ezt szépen, te hogy szoktad mondani, hogy ha megkérdezik, hogy az édesapád... Ezt akarod... Hát én úgy hívom, hogy az édesapám, vagy nem jön más, hogy a számra, annyit köszönhetek neki, hogy ez a minimum, ami jár, és ez meg, amiről beszélsz, ez olyan, hogy ha valóban újszülött koromtól ő nevelt volna, akkor egyszerű lenne, mert akkor ugye ez a tanult, vagy rám ragadt, vagy megtanultam azt, amilyen ő, de igazából mennyi is, 12 éves voltam, amikor örökbefogadott, és hát addigra az ember eléggé kialakult személyiség, én legalábbis az voltam. Úgyhogy ez inkább két rokonléleknek a találkozása volt, mint sem neveltetés. És mindig azt éreztem, hogy hát rengeteg, neked is biztos vannak olyan ismerőseid, akik direkt nem szeretnének olyanok lenni, mint az apjuk. Például a Frankenstein. Hát, hogy próbálod kerülni, olyan nem szeretnék lenni. És nálatok meg azt érzem, hogy ha bárki mondjuk a papáthoz hasonlít, akkor az neked nem esik rosszul, sőt. Nem, ez figyelj ide, annyira, hogy ez választás volt a részemről. A mama gyönyörű szép nő volt, és egyedül maradt. Én akkor még nem tudtam, hogy miért pici voltam, és valami olyan volt benne, hogy meghalt az apukám, vagy hogy elváltak. Igen, mert én valakinek a nevére születtem, nevezetesen Vég György költő műfordítóra, engem Vég Péternek hívtak, amikor megszülettem, és... Bár nem tőle voltam, és ők már akkor külön éltek az anyukámmal, de a Gyuri nagyon jó fej volt, mert az igazi apukámat azt lecsukták, de ezt úgy nem mondta senki. 56-ban ment el, én 20 éves koromig nem tudtam, hogy ki az igazi apukám, azt hittem, hogy a Vég Gyuri. És ő meg olyan rendes volt, hogy bevállalt. Azt mondta a mamámnak, hogy jó, akkor hívják úgy, még nem voltak papíron elvállva. És hát gyönyörű csaj volt, szóval nem én mondom, mert mindenki a saját anyukája szép, de hát legenda, tehát sok kortársal találkoztam, hogy anyád volt a legszebb nő a városban, és mindenki udvarolt neki. Tehát ez a visszatérő emlékem, hogy megjelenik egy Schneidig, pasi megpróbál jól viselkedni, és akkor utána a mama azt mondta, hogy na, akarod, hogy ő legyen az apukád? És én mondtam, hogy nem. De ez milyen jó, hogy bevont a döntésbe? Tehát, hogy nem ő döntött feltétlenül egyedül arról, hogy kit választ maga mellé. Szerintem ez becsületes előjel. Családban azért ennyit adjunk meg a másiknak. De ez sem szokványos, azért te is tudod. Nem, de hát figyelj, a mama nem egy szokványos csaj volt, tényleg. Papa se egy szokványos pasi. De viszont az történt, hogy a papa nagyon beleszeretett a mamába, de a mama nem vette őt komolyan, mert nagyon kevés... köztünk, kettőnk közt a korkülönbség a papával, de a mamához képest... A papa fiatalabb, mint a mama. Nem. De, hát 6 éve fiatalabb. Aha. És ez úgy volt, hogy a mama akkor már, hát már volt egy gyereke, ő mondjuk volt, hogy is volt, 54, ez 24 éves, és volt egy gyereke, a papa meg volt ehhez, hát
Hát ilyen tizenéves volt akkor még. Tizenfiatal volt. Itt, amikor ők majdnem összedők, tizenfiatal volt, és mama nem vette komolyan. Tehát jó, hogy szerelem volt. Nem is lehet komolyan venni, még 24 évesen. Hát csak ránehezített a dologra, hogy én viszont kérdés nélkül mondtam, hogy na ő szeret. Nyilván, mert hát pajti korú volt, és akkor, mert 15 év van köztük. És akkor pajti korú, ez jó. És akkor... Tehát egyből szimpik voltatok egymásnak. Nagyon, és a papa is utólag bevallotta, hogy nem csak a mamába szeretett belé, hanem egy kicsit belém is, hogy én ilyen neki nagyon szimpatikus kisgyerek voltam. De hát ez kevés volt ahhoz, hogy összejöjjön, hanem egy hosszú kanyarok után, amikor én már letettem, akkor mégiscsak összejöttek, és akkor én nagyon boldog voltam, na és akkor örökbefogadott. Igen, ezt nyilván, hogyha valaki nagyon kíváncsi, akkor ezt a sztorit már hallhatta tőled, hogy te éppen akkor intézetben voltál, amikor ők összeházasodtak. Vagy volt ilyen, igen. Vagy kórházban voltál, és akkor ők már úgy jöttek, beérted, hogy... Uh-huh. Nem, intézeti gyerek volt. Tehát másfél évet töltöttem intézetben, nem én voltam beteg, hanem a mama is, meg a nagymamám is. Hát aki úgy vigyázhatott volna rám. De onnantól kezdve derűmók a kacagás. És akkor ahogy ők összeházasodtak, te onnantól már Müller lettél egyből? Igen, igen. Ez volt az egyik első közös döntésük. De erről is megkérdeztek, hogy akarok-e, és mondjam, persze, hogy akarok. Hát, ami jár, az jár. Ezoterikus világban, vagy az ezoterikus világgal foglalkozók nyilván nagyon sokat, sok jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy ki mikor született, hány órakor, hogy álltak a csillagok, stb. De a névnek is, tehát hogy valakinek mi a neve, az hány betűből áll, stb. Hogy megváltozott a te személyiséged azáltal, hogy te Müller lettél a végből? Hogy kettővel több betű lett a vezetéken. Hát nem én egyszerűen igazából Kovalce vég voltam. Tehát, na ráadásul. Hogy, hát akkor nem, hogy több, kevesebb. Inkább úgy lerövidő. Hát figyelj, most eltölthetjük a teljes műsoridőt, vagy ebbe beleszaladunk, mert tudod, hát ezotéria, az nem úgy jöttek, mentek a szellemek, mint máshol a villanyszámlás. Hát de hogy kérdezem ezt. Hogy engem ez máshogy érintett meg, tehát én tényleg ilyen, ha kérdezik, hogy mi vagyok, akkor rögtön rávágom, hogy költő, most független attól, hogy az lett a foglalkozásom, vagy csak közelítőleg, de hogy én valahogy nagyon ebből a nem egészen a világiból vagyok. Tudod, és akkor nem volt idegen tőlem az, hogy a papa az spirituális tanokkal foglalkozott, vagy erre a területre keveredett, hogy innen merített, mert én magam is. Tehát én boldogan olvastam gyerekként a Hanvas Bélát, amit akkor még csak kéziratba lehetett megszerezni. A Tolnai Klári gépelte le stencilpapírra, ilyen sejempapírra 6 példányba. És nálunk volt az egyik. Szóval ez így igen, a számmisztikával is ismerkedtem, meg barátkoztam, szóval arról is olvastam, emlékszem gyerekként, és hát nem olyan régen írtam egy dalt, aminek az azt mondja, hogy gyere bele velem a számmisztikába. És az úgy lett, hogy nem biztos, hogy tudom idézni, sőt valószínűleg nem, de hogy volt ez az egy, megérettem, egy, kettő, feneketlen technő, vagy nem tudom. És akkor én nagyon korán elhatároztam, hogy fogok írni egy ilyet felnőtteknek. És aztán megírtam, és a nagyon aranyos és figyelemre méltó Flight Mode zenekar megzenésítette, amit azért mondok egy picit több fájdalommal, mint boldogsággal, mert dal nagyon jó, de nemrég meghalt az alágerszegi Malostori János zenész barátom, aki ennek a szerzője volt, és most temettük el nemrég, de a dal az pompás lett, most hallgattam meg. Müller Péter Sziámi a vendégem, a beszélgető társam. Nem tudom, mennyire ismered ezt a műsort, nem kell ismerni, de az van, hogy én nem szoktam egy ilyen sorvezetőt írni, van a fejemben valami, de én nagyon szeretek arra reagálni, amit a velem szemben ülő mond. Most mondtad azt, hogy a legutóbbi dal, vagy írtál egy dalt a számmisztikáról, de nem tudnád idézni. És eszembe jutott, hogy tudod-e azt, hogy te hány dalt írtál, tehát hogy hány dalszöveged van, ami mondjuk hivatalosan megjelent. Hát, figyelj, de egy vízválasztónál vagyunk, mert volt egy egyéves történetem, ami arról szólt, hogy azt játszottam, hogy minden nap megírok egy dalszöveget. Sose volt munkahelyem, és akkor azt, hogy öreg Szakcsi szegény, ő is most ment el vele, igen. 15 évig dúoztunk, és egyszer nem olyan régen ezt mondta egy koncerten a öltözőbe, buli után, még egy, arra is emlékszem, tisztán megittunk 1 cent viszkit fejenként, és utána egyszer csak úgy rám nézett, és azt mondta, hogy
figyelj ide, Péter, az úgy van, hogy hiába vagyok én öreg, meg beteg, meg híres, meg minden, én reggel fölkelek, odaülök a zongorához, és 3 órát zongorázok, mert én egy zongorista vagyok. És akkor így elgondolkoztam, hogy jó, de akkor én mi vagyok meg, sose volt ilyen reguláris munkahelyem. És akkor rájöttem, hogy nekem a dal lett valahogy az életem középpontjában. Én mindig azt mondom, hogy költő vagyok, igaz, írok verseket, meg nagyon régóta írok, de ez nagyon nekem való, és nagyon élvezem, és nagyon szeretem, és mindenkinek írtam már dalt, akit énekel, meg hát magunknak nagyon sokat, ezen kívül rengeteg zenés darabot írtam, egészben is, de olyat is, hogy csak a dalokat írtam bele, vagy fordítottam, és azt úgy sacra ránéztem, és olyan 3500 körül van, de hát ez sok év alatt, és most ehhez hozzájött még 366, mert szökőév volt, és egy évig csináltam ezt a napi dalos projektet. És tényleg megcsináltad minden nap? Megcsináltam, mert élveztem, tehát nem mondjuk bejött a Covid, és akkor be voltam zárva, és direkt, hogy volt egy ilyenem. De ennek a nagy öröm ebben az volt, hogy én ugye kitettem egy év alatt 366 dalszöveget, meg ötletet, mert azért struktúrát is csináltam hozzá, tehát megpróbáltam egy BPM-et kitalálni, szerkezetet, stílust, és akkor ezt egy videón ismertettem, minden nap lett egy ilyen kis videó, lett egy YouTube csatorna. Igazából úgy lett, hogy tanítottam az egyetemen, meg a Versdal Akadémián dalszerzést, és kitört a Covid, és mondták, hogy hát folytassuk online, de azt nem lehet. Tehát az, hogy dalszerzőkkel, zeneszerzőkkel, illetve producerekkel fejleszteni, azt nem lehet online. És akkor már a 100 ilyen dalom volt talomban, és azt mondtam, hogy de csináljuk azt, hogy elindítok egy YouTube csatornát, minden nap kiteszek egy dalt, instrukciók, vagy egy dalszöveget, és aki kapja, marja, és fejlesztjük. És hát arra nem számítottam, mint történt, mert hát konkrétan az történt, hogy hát 300 zeneszerző több mint 1100 dalt küldött be, és ez egy nagyon jó spektrum, egy nagyon nagy össznépi társasjáték lett, mert a 3 éves óvodás kislánytól, aki fogta fordítva a papája gitárját, csapkodta. Ugyanis én csak annyit mondtam, hogy egy énekdalamot legalább találjon ki a szövegre. De hát egészen a számos Kossuth Díjasig, meg fiatal zenekar, öreg zenekar, szóval a Lóczi Jácziktól a Kalákáig rengetegen beszálltak a játékba, és ez most megjelenik könyvben. És volt versengés, mert mondtad, hogy hát jóval több előadó jelentkezett a dalokkal, mint amennyi a dal, tehát hogy volt versengés egy bizonyos szövegre, tehát volt olyan, ami többeknek is tetszett, hogy akkor az kiírják. Mindegyiket megzenésítették többen, de azt én a legelején megmondtam, ez se nem tehetségkutató, se nem verseny, ez egy játék. Tehát mint amikor társaságban szóláncot játszol, vagy barkóbázol. Az tehát igazából bárki használhatja. Igen, ezre is veheti akár, vagy kiadhatja? Hát meg is jelent már egy csomó mindent. Tehát a Hiperkarma, mert ott egy nagyon nagy termés született a Robival, ő rácuppant, és annak nagyon örülök, mert fantasztikusan jó dalokat csinált, és az 95. közös dalunknál tartunk. Tavaly meglepett egy komplett nagy lemezzel a szülinapomra, meg egy videoklippel hozzá, és most készül a második, ami egy duettes lemez lesz a dalokból. Tehát játssza a Hiperkarma, mi is a Siami and Friends-el játszunk egy párat róla, de hát megjelent már azóta 2 vagy 3 nagy lemez, és készül legalább 10-15 és komplett koncertprogram. Ez egy nagy játék. És tényleg úgy csináltad, hogy minden nap leültél és írtál egy dalt, és mondjuk a nap végére lett kész, vagy te mindig előre dolgoztál, és csak naponta jelentetted meg? Figyelj, amikor Szakcsi bedobta ezt a felvetést, hogy hát azért kéne, hogy egy embernek legyen valami fókusza, és elkezdtem csinálni, akkor nem tudtam, hogy ezt meddig fogom. Azt hittem, hogy hát egy hét és megunom, de nagyon elkezdtem élvezni. Amikor kitört a Covid, és le kellett állni az élő tanítással, akkor már egy olyan 100 dal talomban volt. Ezt beraktam egy kalapba, megsorszámoztam őket, és kihúztam mindig egyet, és az volt az napi dal. Van olyan, hogy egy nap több dal is születik? Az életemben volt-e már olyan? Igen. Volt, mert volt olyan, hogy mondjuk volt egy határidős melóm egy zenés színdarabbal, ott volt olyan, hogy egy nap 2 olyan dal is volt, amit akkor fejeztem be, mert hát valahogy ebbe halad azért az ember, meg szoktam csekkolni, tehát úgy nem tudom, hogy egy nap, és akkor leülök, és hányad bírok, én ez a következő ilyen játékom lesz, de hogy és akkor közben eszembe jutott valami, ami meg a saját dalom volt, és akkor közben megjött egy
pop énekes, és azt mondta, hogy neki sürgős valami, és akkor megírtam. Hát ez nem jellemző, ez eléggé nyugodt. De ez a sürgős, ez olyan, figyelj, hogy ma most van 2 óra, és 4-kor le kéne adnom, ez ilyen sürgős, így a sürgős, vagy mit tudom, még ezen a héten? Hát az igazán sürgős az első, amit mondasz, hogy itt vagyunk a stúdióban, olvasva, hát akkor sem nagyon tetszett, de azért úgy elment, de ezt nem tudom ráénekelni, mert minden hangsúly rossz helyen van, nem írsz valamit? És akkor, hogyha igazán jó barát az illető, már pedig elég barátságos vagyok, akkor megcsináltam. Volt ilyen sok. Neked erre mindig van időd? Soha nem mondod azt, hogy nekem most nincs kedvem ezzel foglalkozni, most nem akarom az agyamat tornáztatni, nem akarok rímekben gondolkodni. Nincs ilyen soha, hogy az ember ebbe belefárad? Ebbe önmagában nem fáradok bele. Nyilván van olyan, amikor az ember nincs annyira formában, vagy valami nagyon más dolga van, de általában nem csak ebben a dalírással vagyok, így a fene tudja, szóval, hogy a nem teljesen kanonizált vallásom tiltja, hogyha valaki kér valamit, akkor nemet mondjak, ha csak nem az van, hogy alapos okom van rá, vagy hogy ellenszemes, vagy nem tetszik. Hát, én tudok nemet mondani, az kell, hogy valami idegen legyen. De például ilyen Magyarországon nagyon divatos műfaj gyűlölet az nincsen bennem. Tehát bármilyen műfajban szívesen. Magyarországon nagyon divatos műfaj gyűlölet. Ez jó? Figyelj, nem tudom, hogy föltűnt-e neked, de nálunk, hogyha valaki valamit üljön, akkor többit nem. Tehát vannak ilyen bluesosok, meg punkok, meg igen, de hogy például baromira imádom, hogy nekem 6 gyerekem van, abban 3 otthon lakik még, és megvannak a kis listáik, és megyünk az iskolába reggel, és hallgatjuk. Van változatosság, hogy ezt nem tud elképzelni, mert nekik se az van, hogy egy függőleges vonalak vannak, hogy ez a műfaj igen, a mellette levő nem, hanem egy vízszintes van, hogy jó vagy nem jó, szeretem vagy nem szeretem. Müller Péter Sziámival beszélgettünk, és az annyira érdekes, amit az előbb mondtál, hogy Magyarországon nagyon divatos műfaj gyűlölet, ez így most megmaradt nekem. És tényleg ez volt a régi időben, és menjünk vissza mondjuk a 80-as évekig, megvoltak a skatuják, hogy voltak azok, akik a nem is tudom, akkor volt a rock'n'roll zenét játszók, a rock zenét játszók, vagy a kemény rockot játszók, voltak az alterosok, vagy az underground, akkor úgy hívták, voltak a diszkót játszók, vagy a poposok, de azok tényleg nem keveredtek egymással, tehát hogy egy zenekaron belül azok voltak, akik már korábban is popot játszottak, azok játszottak aztán később is popot, tehát hogy nem mentek át a punk zenekarokba. Ma már azért sokkal jobban keverednek ezek a műfajok, tehát ezek a skatuják úgy valahogy leomlottak, nem? Én így érzem, te hogy érzed ezt? Én is azt érzem, hogy nagy-nagy crossover lett az egész, tehát most már azért annyira nem beszorult az ízlés nálunk, hogy csak ez és az semmi más nem, de hát azért az, amit a Szakcsi mondott, hogy nála nyitottabb zenészt vagy embert nem nagyon ismertem, ez hogy tényleg a világ egyik legjobb improvizatőr, jazz zongoristája volt elismerten, és hát ő abból megélhetett volna, de ő meg azt mondta, hogy csak a crossoverek érdeklik, tehát hogy van mit a 4 féle zene, a szomorú zene, vagy komoly zene, a népzene, a pop meg a jazz, és hogy ő nem szeretne olyat írni, amiben nincs benne mind a 4. Valamilyen arányban nyilván. Tehát, és hát a nagy fordulat az volt, amikor a World Music divat lett, mert akkor az úgy szivárgott át, vagy úgy nőtt át a popzenébe, hogy egyszer csak mainstream lett az, ami hát odáig a fonóban néhány embernek okozott könnyítést munka közben. De ugyanez igaz az alterzenére is, nem? Ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy te vagy az egyike, vagy te vagy konkrétan az, aki megteremtette Magyarországon az alternatív zenének a formáját. És nem tudom, hogy ti honnan vettétek azt, hogy ennek milyennek kell lenni, mert azt azért nagyjából lehet tudni, hogy a popzenekarok a 80-as évek, vagy a rockzenekarok, hogy kik azok a külföldi minták, akiktől vették. És lehet, hogy csak én nem ismerem az eredeti alteres előadókat, de valahogy azt éreztem, hogy ez annyira magyarosan sajátos, amit ti hoztatok. Hát nem értettem én ehhez. Tehát én 30 éves voltam, mert is mindent csináltam, csak popzenét nem. Mm-hmm. Azért hívtak meg, mert volt egy zenekar, később URH-nak neveztük el, és azoknak volt egy kötelezettségük, hogy X időn belül egy koncertet kell adniuk a próbahelyért cserébe,
és akkor megkeresett egy barátom, hogy hát itt vannak ezek a szimpatikus zenélő fiatalok, és nincsenek szövegeik, és mindjárt koncertet kell, nem írnék-e nekik szöveget. És akkor megírtam, azt hiszem egy hétvégén a Kőbánya-Újhegyi lakótelep konyhájában, Mennyhártén, összedobtunk 15 dalt, ami nem csak szöveg volt, hanem nekem volt egy teljesen téves elképzelésem, hogy milyen egy rock and roll, hogy milyen egy blues, milyen egy kuplé, szóval, ami jött, és ami a ritmikája volt, az hozta elő a dalt, és a fejek meg mérhetetlen tehetségesek és szabadok voltak. Technikailag nem voltak a spiccen, de mégis csak egy világhírű zenekar lett belőle egy fél év alatt. Ezt azért merem mondani, hogy tényleg a New Musical Express, ami az egyik legmérvadóbb könnyűzenei szaklap volt, az megírta, hogy ez Közép-Kelet-Európa legjobb zenekara, pedig zenélni nem olyan rettentően tudtunk. De ez szerintem pont emiatt volt, hogy eredeti íze volt, azért, mert nem értettünk hozzá. És nem is másoltatok senkit. Hát tehát ha nem ismerem, nem tudom másolt. De egyébként az van, hogy a mai napig én azért élvezem szerintem, mert ez a mentalitásom megmaradt. Tehát most például készülünk a létező zenekarommal, ez a Siam and Friends néven fut most a zenekar, ez a legújabb ilyen siami formáció. Készülünk egy koncertre, és ott lesz két új szám, és mind a kettőt a sors definiálta. Tehát az egyik, aminek az a címe, hogy Pesszimista Biciklista, az úgy lett, hogy odajött egy meglehetősen picsókás, azt nem tudom, hogy fölül egy biciklőre, akkor vége van, de volt rúgva. És akkor Miskolcon egy fesztiválon játszottunk a főtéren, és utána odajött egy, mint utóbb kiderült, egy konszolidált középkorú ügyvéd, aki nem annak tűnt éppen, és azt mondta számon kérőleg, hogy figyelj már, miért nem írjátok már meg a Pesszimista Biciklista című számot? Mondtam, hogy jó, nyugodjál, meg fogjuk írni, ez volt egy olyan 10 vagy 12 éve, és most megírtam. Na most, ha van egy ilyenet, hogy Pesszimista Biciklista, az kiad egy ritmikát, és hát abból nem lehet mindent, se a téma, se a megfogalmazás, se a ritmika nem engedi, hogy bármit csinálj belőle. Tehát nekem nagyon fontos, hogy a zene, a szöveg, az előadó és a közönség egy dalban együtt legyen, ahhoz, hogy ez meg is szülesse. Úgyhogy most lesz, hogyha megengeded röviden ez a reklám, hogy március 3-án lesz egy koncertünk, a szokásos hajón, hogy nem mondjam ki a hely nevét. 38, azt nem mond ki. Azt te kimondhatod, és akkor együtt meg vagyunk. Tehát ez lesz az idei év első Siami and Friends koncertje, és lesz két vadi új szám. Az egyik ez a Pesszimista Biciklista, ami megszületett, és megvártuk, amíg élvezetes formában születik meg. Na de várj, és ilyenkor te valahogy előkeríted ezt az ügyvéd embert, tehát tudod, hogy ő ki, megvan a neve, száma, meghívod a bulira, megköszönöd az ihletet, vagy ez... Dr. Adben Géza. Igen, de annyira, hogy megvolt a telefonszám, beírtam, akkor is megtaláltam, és volt a Gödörben egy ilyen előszilveszteri előbemutató, és elhívtam, és hozta a csapatot, és boldog volt, és én is. Ez olyan jó érzés volt, hogy na egy csávónak a bakancsát kihúztam a listáról, tehát hogy valahogy ebben előbbre voltunk. Ez lesz az egyik új dal, tehát a Pesszimista Biciklista, nagyon jó lett, na, húz és jó zenét csinált ez a Kirchner Péter kollega, és a másik, az még ennél is viccesebb, az úgy született, hogy van a Kaláka versudvar, az a Kapolcson a Kalákának és a Lack Fiancsinak a helyszíne, és oda rendszeresen meghívtak, és közönséggel játszottunk, és volt egy olyan játék, hogy bemondtak egy pár szót, és mi meg ott rittyentettünk egy dalszöveget, amiben ezek a szavak benne vannak, legyenek bármennyire. És ilyenkor gondolom a közönség a legidiótább szavakat mondja, csak azért, hogy nektek nehéz legyen. Erre nagy súlyt szoktak fektetni. Tehát most volt a nyáron egy ilyen zenekar simogató házi bulink, a Rengetegben, az a Kollár Kremenc Lacéknak a helye a Pilisbe, egy tök jó ilyen kis hangulatos völgy, meg hegy, meg konyha, és akkor részben ott főztünk a megjelent barátainknak, akiket mondjuk ugye a közönségnek valamiféle pörköltet, és játszottunk velük. És ezt a játékot is elővettem, és bemondtak 8 vagy 10 olyan szót, ami szerintem, hát legalább még két új nyelvet be kellene vezetni, mert így a magyar nyelvben ezek egyeztethetetlennek tűntek de teljesen. Vagy egy példát ezek közül. Igen, tehát az volt például, hogy párhuzamos, akkor hogy bíbor,
gyümölcsös, ölelés, delej. Hát szóval ez a fele. Ami, és meg tudod, ezeknek ez mind egy dalon belül kellene szerepelni. És akkor azt mondtam, ez hogy oké, ti most akkor legyetek szívesek és kajáljatok, és leültem és csináltam belőle egy dalt arra, hogy az majd ott játékra jó lesz. És megszületett a Bíbor Kött című dal, ami az egyik legjobb dal, amit valahogy írtunk, mert szerintem ijedtük be a zenészek, tehát ott is a Péter, a Kirchner hozta a gitárját és gyakorlat mellett. Úgy csináljátok, hogy egyből születik a zene is, a szöveg is, meg a dallam? Tehát az nem. Együtt jön? Ezt most úgy csináltuk, hogy megírtam a szöveget. Az, hát valamennyi talán eszembe fog jutni, úgy kezdődik, hogy párhuzamos varázslatok helyett elejteget pár harmatos, de lejt a mágus titkon. Elalvás előtt is tetszik neki, hogy milyen jól bejött, nem tudom. És ez egy ilyen megállás nélküli szöveg, ritka levegővétel, és az a refrénje, hogy a bíbor köd, a feloldozó imák, a gyümölcsösökben az ölelés nyújtó fák. Tehát ez ott kijött. Uh-huh. És mondtam, hogy te ez szép, hát vagy csúnya vagy, de hogy egy jó dal. És akkor már ott... onnan nézzük, igen. Mert ugyanis volt egy koncert is este, aha, és akkor ezt beillesztettük a programba. Tehát ott már akkor már ezt szétosztottuk. Na és ezt most kimaxoltuk, tehát ebből lesz a lemezre lesz egy szám, a bíborköd, és ritkán szerettem. És ennek is március harmadikán lesz akkor tulajdonképpen a bemutatója. Köszönöm szépen, én már nem mertem mondani, hogy gyertek a jóra március harmadikán. Hát nem, remélem van még jegy. Én azt hiszem, hogy még az utolsó körbe vagyunk, hogy ilyen kedvezményes, olcsóbb jegyek legyenek, úgyhogy aki szereti, az jöjjön és találjon oda. Jó, beszélünk még konkrétan erről a koncertről is. Hát nem, hát figyelj, akit érdekelt, azt szerintem megjegyez, egy kicsit szégyellem, hogy ezt tolom itt, amikor filozófiáról is, receptekről is, bármiről, lányokról, vagy aztán nős vagyok, arról bocs, is, mindenről. Müller Péter, Sziámi, a mai beszélgető társam. Én őszinte leszek hozzád, hallottam, nagyon sok nyilatkozatban mondtad, hogy hát most éppen ez a nevünk, hogy End Friends, és hogy megszoktad már, megszeretted. Amikor én először olvastam ezt a nevet, azt mondtam, hogy a francba már megint milyen jót talált ki. Aha. Hogy ez az egyik legjobb zenekar név, amit én valaha hallottam. Hát figyelj. Hobónak volt még egy ilyen hasonló, Hobó és Bandája. Ez ahhoz hasonlóan nagyon jó. Hát ez ránézésre még jobb is, de igazából akkora szívás volt, ez ma már nagyon ritka. De miért? Tehát, hogy neked elmondom. Volt vele a bajod? Na figyelj, először is honnan jött? Onnan jött, hogy ugye hát most már nagyon sok éve, 93 óta a Sziámival mindig mi játszottuk, meg játsszuk is jelenleg is a Sziget Fesztiválnak az záró koncertjét. És akkor az a műsorfüzetben mindig úgy volt, hogy a Sziget alapító Müller Péter, Sziámi és barátai. És az angol műsorfüzetben meg az volt, hogy Müller Péter, Sziámi and Friends. Hát és akkor, mikor meghalt Gassner János barátom, aki a Sziáminak a másik fele volt, akkor hát mondtam, hogy ne hívják így a zenekart, hogyha nincs, hogy Sziámi, és mi legyen. És akkor láttam, hogy jó, ez a koncert az ő halál után mindig úgy nézett ki, hogy más és más vendégeket hívtam, meg másokkal zenéltünk együtt, de aztán már látom, hogy 3 éve már körülbelül ugyanazok vannak, a régi zenész haverok a történetből, és nagyon jó, és akkor azt mondtuk, hogy figyelj, csináljunk egy zenekart, mert elkezdtünk már új számokat írni, lett egy Joy Division programunk, amit nagyon élveztünk, és egyszerűen hogy összetartottunk. És akkor mi legyen az, hogy And Friends. Hát itt tök jó, marha jó, és akkor legyen úgy, hogy 3 pont And Friends. Még akkor Sziámit nem is raktuk bele. És akkor mondtam, hogy ez azért is marha jó, mert tudod, hogyha mondjuk csinálsz egy új mappát, vagy egy új fájlt, elmentesz a gépedbe, és az pontokkal kezdődik, nem tudom, tudod, de akkor az kerül előre. Igen. És akkor ott lehet sorszámozni, és az a fontos mappák. Igen. Gondolom, ez baromi, bárki rámegy a netre, és akkor ez fog neki előugrani, beírja, hogy end, és már is ez ugrik ki mellette ott a 3 pont. És megnéztem, és hát olyan 5.432.067-nek jött ki. Megmondom miért, de ne röhögjem, jó, már röhögsz, de akkor ez tényleg elég vicces, mert az történt. Ahogy meséled, az a vicces, hogy nagyon hittél benne, de aztán... Jó, de amit most elmondok, azt komolyan mondom. Jó, akkor én komolyan. Ugyanis az arab nyelvben van egy betű, ami 3 pont. Ezt viszont nem tudtam, és az
Hát ilyen, mind az 5 millió kifejezés, ami mondjuk zébe, fogalmam is, hogy melyik. De az egy, hát mert beütöd a árambont, és mi csupa aramnyelvű cím jön ki, egészen sok millióig. Azt hittem, hogy azért, mert hogy rengeteg olyan zenekar van, hogy End Friends, és azok a, nem tudom, a rákeresések száma miatt előrébb jön ki. Dadogós, nehezen beszédet kezdő zenekarok ilyen pont-ponttal kezdik a nevüket. Nem, szóval, ez figyelj, ez ötletnek tényleg világbajnoknak tűnt, és soha nem nyúltam még így mellé, és akkor betettük azt, hogy Müller Péter Szijjámi End Friends, ami azért jó volt, mert nagyon sokan azt hitték, hogy nem zenélek, vagy én nem zenélek tovább, és akkor ez legalább összekötötték. Mm. És most de miért hitték azt az emberek, hogy te nem zenélsz tovább? Azért, mert a Szijjáminétől megváltam? A Szijjámitól megváltam, és a János meghalt, és én valóban akkor kihagytam 2-3 évet. Csak de akkor is szó szerint fel is oszlattad a zenekart? Azt a zenekart, aki a Szijjáminak az utolsó legénysége volt, azt igen. Azt igen, aztán volt, aki visszajött belőle, előfordult, de hát a mostani zenészek is részben ebből a kultúrkörből jönnek, tehát az Európa kiadóból jött a Kirchner Péter, meg a Varga Orsi, és a többiek is, hát ott mindenki a Mörknek a basszusgitárosa volt nálunk, és a vágtázó csodaszarvastól is volt egy basszus, hogy jöttek, mentek a zenészek, mostanra alakult ki. Most olyan sok generációs zenekar vagyunk, mert ugye hát mindenki azért arc, tehát nem egyszerűen az van, hogy a dobos, meg a, hanem tehát a Varga Orsi például ő holland tanár az egyetemen, meg műfordító, meg a hát mindenki játszik máshol, ami valahonnan egy ismerős történet. A Péterből kiváló producer és zeneszerző lett, és ő jelenleg is Indonéziában van, mert főállásban ő a Cserépváros nevű ilyen gyarmatárú hálózatnak a feje, és megy, és mindig ott keresi a csodákat. Hogy hát akkor nem lehet könnyű vele mondjuk összehozni egy próbát? Vagy... De vele a legkönnyebb. Nevetni fogsz, mert a többiek azok hát olyan a próbatermet egyeztetni hat zenésszel, az mindig olyan, tudja az ember, de van állandó próbanapunk, és akkor talán a Bakos Zita, a billentyűs, már két billentyűs lány van nálunk, és az itt ő programszervező is, tehát főállásban munkahelyen, de ráadásul van egy Herself nevű zenekaruk, amiket nagyon szerettek, amit nagyon szerettek, és így nyerik a tehetségkutatókat teljes joggal. A Tóth Marcia a nagyon fiatal, vagy hát elég fiatal dobosunk, ő tanít. Nem itt a dobot tanít, vagy tanárnevet? Nem, dobot tanít. Dobot tanít, de magas fokon, és hát jár vidékre is, majd Balaton is rátsz, amit irigylek. De hogy olyan felnőtt, felismerhető karakterrel és gondolattal bíró emberek. Szóval ez a mostani zenekar. Müller Péter, Szijjámi End Friends. Jó név. Müller Péter, Szijjámi a vendégem, és azért gondoltam, hogy beszéljünk még egy kicsit erről az End Friends nevű zenekarról, mert ezt most tök jó, hogy elmondtad a tagságot meg, hogy ők arccal rendelkezők, mert én mindig azt gondoltam, hogy te egy annyira szabadon gondolkodó ember vagy, hogy neked teljesen mindegy, hogy kik állnak melletted. És épp ezért is gondoltam, hogy az End Friends az azt jelenti, hogy azok a barátaid, akik abban a pillanatban, amikor te koncertezni kívánsz, akkor épp ráérnek. És én ezt gondoltam, hogy nem feltétlenül az állandó tagság az, ami téged vonz egy zenélésben, hanem hogy te attól vagy szabad, hogy bárki bármikor beszállhat ebbe az egész történetbe, és attól lesz valamilyen az adott koncert, hogy egyszerű és megismételhetetlen, mert hát olyan arcok jönnek, akik mondjuk csak aznap érnek rá. Ezt gondoltam erről az egész End Friends formációról. Nem tudom miért. Figyelj, ez egy fűszer, ami mindig ott van benne többé-kevésbé, de a zenekar az állandó. Szerintem egy zenekar attól jó, hogy marha sokat játszanak, meg egymást megérzik, kitapasztalják, összepróbálják a dolgokat, együtt találják ki, és ez nálunk azért alapvetően adva van. Tehát ez egy társulat. És a sok vendég az viszont általában ott volt nálunk, tehát mondjuk amikor összeállt úgy a zenekar, hogy na komolyba, akkor az első koncerten, mivel a Pintér Béla társulat egy darabban játszotta a dalaimat, elhívtuk a színészeket, illetve hát a Túróci Szabit hívta el, aki nagyon jó barátom, és egy házban lakunk,
és egyszer csak megjelent egy próbán, mert akkor még otthon próbáltunk, és jött, hozott bort, és énekelte velünk a dalokat, és akkor mondtuk, hogy van kedve jönni, akkor mondta, jaj, de jó, jön, igen, de akkor a teljes társulat, mind a 8 tagja mondta, hogy hát ők nagyon meg vannak sértve, mert ők is szeretnének, és igen. Akkor hát énekeltem duettet Csákányi Eszterrel, és hát szóval ez szép volt, jó volt, és mindenki énekelt egy pár ilyen Siami meg URH dalt, és ez, hát ez a hajón történt, és rögtön dupla koncert lett, úgyhogy végül is mindenki befért, és azóta is sokszor hívunk vendéget, meglepőeket és mulatságosakat is, tehát a Odettől, akinek azért megírtam pár nagy lemezt, meg sikerdalt. Az ő édesapja játszott is a zenekarodban. A Polgár Péter az előző Siami formációnak volt a gitáros zeneszerzője Markó Tamás mellett, ő is komoly zeneszerző volt. Ők az alaegerszegiek, utoljára ezen a fájdalommal említett temetésen nemrég találkoztam velük, jóban vagyunk, és néha zenélünk is együtt. Őket is meghívtuk egyébként, nem olyan régen a hajóra együtt játszott a két zenekar. Úgy is volt, hogy közösen, meg úgy is, hogy egymás előtt után. Akkor ezért érzem azt, hogy, vagy éreztem azt, hogy ez nem egy állandó tagság, hanem hogy aki eszedbe jut, vagy akinek van köze hozzád, és azok nagyon sokan vannak, azok bármikor helyet kaphatnak melletted a színpadon. Elég ragaszkodó vagyok, és azért az talán ilyen verhetetlen pillanat volt, amikor a Szakcsi, akivel mi úgy ismerkedtünk össze, hogy színdarabot írtunk együtt, a Szent Ivánei Államból egy zenés játékot. Először alapítottunk egy duót, ez volt a Jazzy Chanson, majd Pianissimo néven futó duó. A Szakcsi beszállt a zenekarba az zongoristának, tehát ez nem volt nagyon nagy dobra verve, de hát 3 éven keresztül utazott velünk, és rengeteg koncerten ő volt az Ant Friendnek a billentyűse, és ezek a ezek az összetartozások, ezek menet közben kiderültek, tehát ugyanígy voltam például Jávori Ferenc fegyával, aki teljesen más játszik, erre mondom, hogy műfaji határokat nem nagyon ismerek, mert ő ugye klezmer zenész. De hát írtunk együtt dalt, és játszottuk, és akkor jöttek a régi haverok, mint a másik Jánostól, a Bárdos Deák Ágén, hát a Kamondi Ágék, hogy most az Alterból mondjam a nagy neveket. Te figyelj ide, ha már, akkor én ezt az Altert soha nem értettem. Tehát tényleg ránk fogták, mondták, hogy mi Alter zenészek vagyunk, meg Underground, ez a 80-as években valami ez maradt meg, az Underground, vagy föld alatti mozgalom vagytok, mintha nem engednének kititeket a föld alatt. Volt ilyen, hogy nem engedtek ki, mert nem is akartunk meg kijönni. De aztán ez lett a mainstream, hát aztán utána akkor átmentek az úgynevezett alternatív zenekarok, hogy hát igen. A fesztiválokon ők voltak a fő műsoridőben a legnagyobb közönség előtt. Meg ők csinálják a fesztivált, tehát mi csináltuk a Szigetet, a Lovasi Andris, meg ugye az Orfűt, ami az egyik legjobb fesztivál. Ezek a határok, ezek nagyon könnyen elmosodnak, ez szerintem évszázadok óta úgy van, hogy pacsizik az alter meg a mainstream, és átkerül egyikből a másikba az, ami jó. Hát vagy ebből az derül ki, hogy zene van. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondunk rá, hogy ez most műfajilag mit jelent. Szívemből beszélsz. Komolyan. Van. Tehát a Szakcsit idézzük ebben, hogy az arra nyitottnak kell lenni, hogy az egyetlen zene szóljon. Mert Gassner egyszer, amikor egy picit berúgtunk, mert azt a törvény nem tiltja. Előfordult ilyen? Hát egy picit. És akkor azt mondta, hogy figyelj ide, a zene az úgy lett, hogy valaki egyszer Kozmoszba leütötte a nagy egyet, és azóta az szól. És ami avval együtt van, a zene, a többi, meg hát akármilyen sikeres lett, az nem az. Hát ez egy meditációra föladható téma egyébként. Én azt gondolom, hogy a legjobban, mert azért ennek van egy ilyen lelki-etikai vetülete is, vagy esztétikai is, hogy ugye az angolok ugyanezt ezt a ágat, stílust, műfajt, ezt úgy hívják, hogy indie. Tehát independent. Igen. És szerintem onnantól kezdve érdekes valami, és engem az se zavar, hogyha profi és marhára tud zenélni, csak hogy legyen szabad szellem és szabad gondolkodó, és ne trendkövető legyen, hanem legalább az álmaiba trend csináló. Igen, csak ha már ez lesz a trend, mert volt olyan, hogy az alter zene lett a trend, és nagyon sok zenekar alakult azért, mert olyan szeretett volna lenni, mint az éppen aktuális, nagyon sikeres alteres zenekarok, mint a Kispál, mint a Quimby. Sőt, hát klónokkal lett tele az éter.
Hát egyébként én nagyon szóval, tudod, milyen sokszor előfordul, hogy fölhívott valaki, éppen fiatal, divatos mainstream zenekar, és azt mondta, hogy figyelj, hogy nem lehetne az, hogy van az a sor, például a Heaven Street 7-ből hívott fel, amikor ők nagyon sikeresek, hogy százból, ha egyszerű, hogy azt nem tehetnénk bele, mondta, és én meg örültem, tehát hogy nem azt éreztem, hogy hú, hát azt én írtam, hanem hogy jaj, de jó, azt én írtam, és tetszik. Tehát én szerintem... Hát hatása voltál egy nemzedékre tulajdonképpen, és azon keresztül aztán összes többi nemzedékre is hatással leszel, hiszen azok a zenekarok meg másokra lesznek hatással, akik miattad kezdtek zenélni, vagy miattad csináltak olyan zenét, amilyet. Most nem beszélve, hogy rám mi minden volt hatása. Tehát, például én operaházi gyerek vagyok. Anyukám a balerina volt, és aztán abba kellett hagyni a miattam, akkor ő lett az operaháznak a színészbüfése, és én éjjel-nappal ott voltam próbákon, Ádasdi Kálmár rendezését néztem, meg minden, és hát biztos, hogy az valahogy belém ivódott az a cucc. Hát aztán tehát, foglalkoztál is az operával elég rendesen. Az is velem. Tehát egy darabig a Magyar Állami Operaháznak is voltam az igazgatója, stratégiai igazgatója, és egyszer csináltam egy Miskolci Bartók Plusz nevű operafesztivált, amire büszke vagyok, mert az ott egy végeredményben egy nagyon depressziós véghelyzetbe levő várost legalább egy-két hétre úgy fölragyogtatott nyaranta. Müller Péter, Sziámi a vendégem, azt mondtad, hogy a Miskolci Opera Fesztiválra büszke vagy. Hát van-e olyan, amire nem vagy büszke? Amit megcsináltál, belöltél energiát, de azt mondtad, hogy hát abba kár volt energiát ölni, mert az nem lett annyira jó, vagy nem lett sikeres, vagy valamiért nem lett olyan, amilyet elképzeltél. Van ilyen? Nem tudom elképzelni, hogy igen a válasz. Nem, azért nincs ilyen, mert szerintem elég józan az ítélőképességem magam felé. Tehát nem az van, hogy ne lenne egy nagyon magas mérce is bennem. Tudom, hogy picit más színvonalon írt a Dosztojevszki, mint egy tehetséges vidéki popújságíró. De nem, szóval ugyanúgy, hogy a műfajok közé nem húzok ilyen vonalakat, ez igen, az nem. Én egyetlen vonalat húztam magamban, és az nagyon fellengzős, de tényleg így nézem a dolgokat, hogy ami nem rossz szándékú, vagy nem ártalmas, azt én szeretem. Akkor is szeretem, hogyha tudom, hogy mondjuk most például Marára szeretem a Billie Eilish, nagyon örülök, hogy jön a Szigetre, mert én fordítottam a gyerekeimmel a két Billie Eilish könyvet, ami megjelent Magyarországon, és emiatt már végighallgattam mindent. És az például egy nagyon tanulságos történet, mert a Billie Eilish egyáltalán nem akart zenész lenni, meg nem akart énekelni, ő táncos volt, csak valahogy beakadt a térdébe valami, és nem tudott elmenni a vizsgára, és van a Phineas nevű bátyja, és a Phineas-e szoktak úgy zenélgetni, és azt mondta nekik a tánctanár, hogy a vizsgára csináljanak már valamit. És akkor hát csináltak valamit, és állatira boldog volt a Billy, mert mondta neki valamelyik haver, hogy figyelj, ezt föltettétek a YouTube-ra, és már megnézte valami 800 ember. És én már csak egy lépés volt a 40 millióig, vagy 400 millióig. Csinálta valamit, és egyszer csak nem a bad guy volt egy első sikerszám, az is már ilyen milliós. Na most ők a mai napig úgy csinálnak, állítólag, tehát ezt vallják, úgy csinálnak dalt, hogy volt olyan, hogy jöttek a producerek, és bevitték őket egy nagy stúdióba, és ott ültek még producerek, és akkor azt mondja, hogy hát megcsináltuk, de kinkeserves volt, és hogy ott ül egy csomó ilyen öreg, értettek ezzel ilyen 40-50 éves embereket, hogy szerintem unokám lehetne bármelyik, és ezek meg akarják mondani, hogy mitől lesz jó, mit csinálnak, de a franc, hogy hazamentek, és a mai napig vesznek úgy föl, hogy a Billy lefekszik a Phineasnál a diványra, és fekve fölénekli a dalt, és az a, hát ha hiszem, ha látom, de hát itt már James Bond. Látom, ha hiszem, nem? Nem köszönöm volt. Szépen, hogy készültél, igen. Volt nem ilyen című lemez, volt az első Ant Friends lemez, meg szövegkönyvnek a címe. Hogy tehát nálam valahol ez számít, hogy egyrészt azt gondolom, hogy aki zenét csinál, hát hogyha az nem a Phoebe szintjén van a Jó barátokból, hogy már kifejezetten fáj, meg bosszantó. Annak is vannak rajongói. Imádom, tehát én is csak. Jó, de ő direkt csinál, tehát valószínűleg jól énekel különben. De hogy
Hát muszáj neki, föl nem vennék sehova Amerikába, hogy színésznek, ha nem tudna énekelni, de hát ott nagyon nehéz lehet eljátszani, nem tudsz énekelni, ha tudsz. Ha mindegy, szóval én nekem egyszer fönn van a létsz úgy valahogy az Epiktétosz és a Hermész Trismegisztosz és a Dosztojevszki környék, hogy nagy képüsködjek egy kicsit, de hát hazudnék, hogyha most úgy csinálnék, mint egy egyszerű, mert én egy egyszerű ferencvárosi játszótéri gyerek vagyok, meg intézeti, meg minden, de hát azért van, mit tudom én, 3-4 diplomám, és azért van közt a bölcsész, meg filmrendező, tanul az ember, és e fölkerül a lész, mert látsz jó filmet, rossz filmet, kötelező megnézni egy tanévbe 200 filmet, hát látod, hogy az egyiknél elalszol, az rossz, vagy álmos vagy, és a másik meg jó, mert nem tud levenni róla a szemedet. Szóval van nálam egy ilyen mérték, de az egyetlen valódi, ahol kíméletlen vagyok, az az, hogy hát itt vannak itt lenne a léc alatt a drogfegyver és leánykereskedők, meg a szervkereskedő bácsik, és fölötte vannak az egészségügyi dolgozók, a tanárok, hát és főleg ezek a művészek, és majdnem mindegy a színvonal. Aztán nagyon nem mindegy, de szerintem érted, hogy miről beszélek, hogy és azért volt nekem való ez a napidalos játék is, mert ott tényleg jöttek olyanok, akik az életbe eszükben jutott volna, hogy dalt csinálnak, és elkezdték élvezni, és van olyan közöttük, nem is egy, aki most ott tart, hogy hangszert vett, megépített egy kis házi stúdiót, és tehát már lejelentett. Itt indult el a zenei úton tulajdonképpen. Hát igen, és közben ott ez volt jó. A Covid, tehát egy halom olyan levelet őrzök, hogy te mentetted meg az életemet, mert ez annyira lekötött ez a dolog, és annyira és ugyanez a Covid hány zenésztől vette el a munkáját, és lett belőle asztalos, vagy bármilyen más civil foglalkozás. Bár az lett volna belőle, egész életemben asztalos szerettem volna lenni, és ez egy nem, imádtam, hogy ilyen asztalos. Kézügyességed van? Hát, mert állítólag az kell ahhoz. Olyan nincs. Én imádom a fajillatát, de én sem tudnék asztalos lenni. Tehát olyan kézügyességem nincsen, ami ahhoz kell, hogy az ember egy ilyen igazi ezermester, hogy mindent megcsinálja ház körül. De ez valószínűleg csak a gyakorlat hiánya. Tehát, hogyha lemeltünk az intim szférába, azért volt egy olyan egyszer, hogy volt egy feleségem a sok közül, akiben nagyon szerelmes voltam, de szétmentünk, és megpróbáltam visszaszerezni. És a színésznő volt, Igó Évának hívják, tudja mi nekem, egy gyerekünk is van, és az Igó játszott a Gyulai Nyári Színházban, és én utána mentem, hogy majd most visszahódítom. De valahogy nem jött össze, és bementem a szállodába, és megittem egy üveg viszkit egyedül, ami hát azért emberes dolog. Hát és úgy jobban megy, igen. Igen, igen. És a következő snitt az, hogy ilyen faforgács között fetrengek, és próbálok valahogy magamhoz térni, és tapintatosan suttogva egy asztalos műhelynek a teljes személyzete, hogy fölébred. És mondom, hogy hát hol vagyok? Azt mondja, hát figyelj, már megszáradt a sámli, és mondom, hogy milyen sámli? Azt hát, amit csináltál a gyerekednek, és hogy befestetted pirosra. És hát képzeljétek, hogy hullarészegen, de öntudatlan részegen csináltam az Annának, a kislányomnak egy sámlit, és befestettem piros, és aztán ájultam csak el. De hogy jutottál be egy asztalos műhelybe? Tehát ki enged oda be egy részeg embert? Nem tudom. A részeg asztalosok talán nem fogalom. Lehet, hogy nem látták, hogy milyen állapotban vagy, nem vették észre milyen állapotban. De azért a pszichia az nagyon furcsa. Tehát van olyan, hogy egy részeg nagyon... Szóval, hogy vigyázz rá, jó Isten, és akkor a megfelelő ujját vágja le a megfelelő pillanatban, és nem valami rosszabb. Müller Péter Sziámi a vendégem. A március 3-ai A38 bulira azért érnék vissza, mert mondtad, hogy szoktak lenni vendégek, és tudom, hogy itt is lesznek vendégek, csak azt nem tudom, hogy úgy vendég, hogy ilyen úgynevezett bemelegítő produkciók, tehát előzenekarok, vagy veletek együtt lépő, fellépő vendégek lesznek? Most előzenekarok lesznek, és közülük is kiemelném a Totorot, tehát mindig van egy-egy olyan zenekar, akit elviszünk turnéba. És a Totoro az alaphangon egy testvérpár, és egy fiú meg egy lány, és Attila és Anna, és nagyon tehetségesek, és a Péter mentorálja őket, a Kisner Péter. Én fedeztem föl őket, mert az anyukájuk napidalos volt. Tehát a Bácsalmási Gabriela nevű anyukájuk beküldött zenésítéseket egy gitárral, meg ő egy szociális otthonban dolgozott, és értelmi sérültekkel, és csináltak dalt együtt, ami gyönyörű lett egyébként majd.
megmutatom majd, amikor oda jutunk. Még azért annyit hagy mondjak el a buliról, tehát a Totorot és még egy fiatal zenekart meghívtunk. Az Imbru. Zimbru, milyen nevű? Az Imbru. Zimbru, de hát külföldiek. Totoro, Zimbru, ezek olyan nevek, mint hogy igen. Tehát, hát figyelj, erre úgy elmennék, hogyha biztos, hogy Afrikában vagy Romániában járunk. Tehát, hogy ami szerintem fontos, mert hogy hangolódjon az, aki erre hangolódik, hogy általában úgy nem szoktunk à la carte játszani, de most volt két dal, amit nagyon-nagyon sokan kértek, hogy ezt miért nem játsszuk. Úgyhogy és egyáltalán nem azért, mert a világ összeomlott és háború van a szomszédban, hanem mert nagyon szeretem és régen játszottuk. Tehát az Ismeretlen katonát elővettük, az egy URH dal, amit a Kontrollal is játszottunk, és ez lett a koncert címe. Tehát március 3-a az Ismeretlen katona című koncertet kínáljuk be, és ezen kívül viszonylag műfajteremtő Apokalipszis itt és most című 6-7 perces eposz is előkerül újra. És azért is jó, hogy elkezdtél erről beszélni, mert ez lett volna még a kérdés, hogy miből áll most a Siami, Müller Péter, Siami and Friends, vagy a Müller Péter ebben nincs benne, csak Siami and Friends, ugye? Így van most a írtottam neve. Ki a nevemet benne, jó. Tehát eddig az volt, hogy Müller Péter, de én nem szerettem, hogy benne van a nevem, és akkor lett ez a kompromisszum, jó. Hogy... Tehát a Siami and Friends koncertprogramban mi van benne, vagy mi van konkrétan ebben a március 3-ai koncertben, ezen a két dalon túl, amit mondtál, meg vannak még új dalok, de mire épültök, hogy ilyen best of, hogy a 80-as évek elejétől, amikor te már alkottál, azóta hozod a dalokat, mert akkor elég hosszú koncert lenne, hogy mit hagyjunk ki. Hát borzasztó, nagyon nagy a repertoárunk, és vérzik a szívünk, most dolgozunk éppen a negyedik lemezünkön, és nagyon jó dalok születnek, hát biztos, hogy a két említett, tehát a pessimista biciklista, meg a bíborköd, azok előkerülnek. Biztos, hogy játszani fogjuk az Öböl csendje című dalt, amit a Bércesi Robival írtunk, de a Kirchner Péter is játszik benne, és rajta lesz a lemezünkön is. És van az újak közül egy-kettő, még az említett kettőn túl, amiket szeretek, azt majd meglátjuk a próbán, hogy mi az, ami belefér. Például én a Haragnapja című dalt nagyon megszerettem, az én még nem vagyok vele teljesen kész, de már játszottuk egyszer-kétszer, és az is lemezre fog kerülni, és a saját új, tehát új End Friends dalokon kívül, ami már szinte egy elég nagy merítés, és körülbelül a felét ez adja a programnak, ott is vannak már majdnem, hogy slágerek, tehát a Cukortükör című kedvencemet azt éneklik velünk egészen egyértelműen, de hát mi arra alakultunk, és az volt ennek a Szigetzárónak is a koncepciója, hogy vannak ezek a dalok, és hogy valaki játsza már ezeket. Hát ugye a URH az nem igen van. Igen. És van, mindig van egy pár URH szám, tehát a finálé az mindig ilyen pankos, belehúzós, táncolós, ugrabugrálós, hagy szóljon. Az elején még megpróbálunk úgy, ahogy értelmesek lenni. Most én például küzdök, bár nem egy ilyen nagy harc, volt az URH-nak az Öt kontinens című dala. Az Öt kontinens az alig zene, és mindegyik kontinensről egy ilyen kis haiku, úgy kezdődik, és egy indiai mantrára, annak a dallamára írtam meg, hogy Európa szegény, így van, Európa szegény, Európa szegény, akárhogy tépelődök, nem bírlak megmenteni én. És akkor mind a öt ázsiai szegény hatalmas lyukat látok a térképen, a helyen, stb. És úgy éreztem, hogy ezt most én elénekelném, de nem lesz időnk próbálni, mert vagy csinálunk egy nagyon komoly arancst, vagy nem csinálunk el semmit. Valószínű, hogy ez egy ilyen a cappella bevezető szeretne majd lenni, ezért még ezt meg kell beszélnem a többiekkel. Milyen hosszú egy koncert? Megtervezed előre, hogy mondjuk 3 órát zenéltek, vagy akkor jöttök le, amikor már azt mondjátok, hogy elég? Hát nem mi vagyunk azok, akik oda a jegyet veszik, tehát nem mondok ezt, hogy nem minket kell kielégíteni, mert annak is megvan azért a varázsa, de hogy igazából hát nekünk kell úgy elengedni az embereket, hogy megkapták, amiért jöttek. Tehát úgy néz ki, hogy van egy tervezetből másfél órás alap tracklistünk, és akkor utána
van elsőre adás, másodikra adás, és most már hát el vagyunk kényszerítve, tehát ezért négyig megírjuk, hogy melyik négy szám, aha, vagy négyszer egy-két szám jöjjön. Tehát olyan két óra körüli a dolog, a hajón időre kell befejezni, és kétszer fél órányi előjáték van, a aranyos előemberek előzenét játszanak. Hát igazából akkor, nem a repertoár szab határt annak, hogy meddig játszhattok. Nem, az a kínos, úgy mondja ezt a mitológia, hogy Prokrusztész ágyban fekve játszunk. Azt mondja, hogy rászaptak valami királyra egy olyan ágyat, ami rövidebb volt, mint ő, és ezért nem tud megnőni, vagy valamilyen baj volt. Müller Péter, Sziámi a beszélgető társam, és azért szerettem volna még egy gondolat erejéig visszajönni, mert én képzelek valamit a világról, de én nem szoktam megosztani, én nem vagyok egy ilyen véleményvezér. Én beszélgetni szeretek, sokszor a beszélgetéseimből vagy a kérdéseimből kiderül, hogy én milyen vagyok. Viszont nyilván ismerlek téged 800 millió éve, hál' Istennek volt is már lehetőségünk beszélgetni, de hát amikor az ember készül egy beszélgetés, akkor nagyon sok mindent megnéz, nagyon sok mindent elolvas. És most olvastam valamit veled, ahol te kimondod mindazt, amit én gondolok a világról, és ezt szeretném most veled megbeszélni. Ne haragudj, és akkor te hogy csajozol? Miket mondasz a lányoknak, hogy mindent elmondtam? De ráadásul ez nem is a csajozós, nem bár csajozós. Lehet csajozós duma is. Jó. A toleranciáról szól, hogy te egyszer azt mondtad, hogy te még azokkal is toleráns vagy, akik intoleránsak. És én mindig ezt szoktam mondani, hogy én azoknál is sokkal elfogadóbb vagyok, akik rám akarják erőltetni, hogy mit fogadjak el. És engem nem fogadnak el azért, mert azt nem akarom elfogadni. De hogy én képes vagyok bármit befogadni az életben, és azt mondtad, hogy te is ilyen vagy. Hogy azokat is tudod szeretni, akik nem annyira szeretetre méltók, és erről még ráadásul dalt is írtál, ami nagyon nagyot ment. Hát, az egy érdekes kaland volt. Figyelj ide, hogyha tényleg több időnk van, mint egy fél perc, és egy akkor nem az, igen, vagy a kűrünk, az lejár. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ugye ebben a műsorban, ha jól tudom, a vendégeknek nem a saját számait játsszák. Nem feltétlenül. Rendíts. Na most ugye az is van, hogy keressük a helyünket, mert az, hogy a zenekar menjen, tehát nálunk tele vannak a koncertek, meg Pesten mindig, és vidéken meg meglepően jókat futunk néha. De én szerintem ahhoz, hogy a zenekar működni tudjon alapszinten, mindegy, hogy jó vagy nem, de kell, hogy legyen valamilyen ilyen rádióba játszott dala vagy sláger. És szerinted mit csináljunk? Mert ugye a retroba azért nem játszak a slágereinket, mert mi akkor be voltunk tiltva, tehát olyan... Hát van, nem nagyon, voltak slágereitek. Hát voltak slágereink, de azokat ott énekelték szembe. Az volt olyan, hogy mit tudom én, énekeltem én 40-50 ezer embernek, és azok de rádióba soha nem mehettünk, tehát nem volt, egyetlen számunk sem volt rotációban, hogy ezt mondani szokták, és nem is tudom, hogy most a Sláger rádió, vagy a Petőfibe, amelyik hát nem is játsszák az idősebb generációknak az új dalait, nem is tudom, hogy hol játsszák egyébként most. Itt igen. Az újakat a régiektől? Igen. Hát akkor nézd, néha hozok neked egyet, aztán mondjátok azt, hogy ez léc alatt van. Ezért tulajdonképpen ez a Presszó erre is hivatott. Tök hogy, jó. És ráadásul egyszer már telefonon beszélgettünk is, és akkor az a vasárnapi műsor, ahol telefonon szoktam én beszélgetni veled is, meg mindenki mással, az pont arra hivatott, hogy bemutassunk olyan új dalokat, amelyiket régi kedvenceink hoznak. Hát figyelj, de ez most nagyon, hogy ezt így körülírtad, nem tudtam, hogy ez így van. Akkor nálatok fogjuk a bemutatókat tartani mostantól, hogyha megengeded. Oké. És ez, amit mondasz, hogy volt erről a témáról egy kvázisláger, na az egy rendesen, már ebben a szabad érában betiltott dalunk volt, nem mondom meg, hogy melyik rádió, minden esetre a menedzser az vitte be a dalokat, és végre egyre azt mondta a szerkesztő, hogy figyeljetek ide, ez marha jó, iszonyan tetszik mindenkinek, és ezt most fogjuk játszani napi 30-szor. Hát mondtuk, végre híresek, hogy lesz egy dalunk, amit a Tiszakécskei Város ünnepen is ismernek, amikor oda megyünk játszani. És be is tették, egy napig ment, és másnap logóról fölhívott a kollega, hogy hát sajnos volt benne, egy sort talált a főszerkesztő, ami kiütötte nála a biztosítékot. Melyik ez az egy sor? Hát nagyon elmondtam. Ez a Szeretni még című dal. Igen. És akkor az jött be, hogy ki ütötte a biztosítékot, úristen, az utolja acélelvtárs mondta 1900, hogy elve ki ütti a biztosítékot, Tiborkán mondta, Déri Tibornak, igen, és akkor az átírta. De én meg nem írtam át soha semmit, tehát komplet lemezek mentek rá, hogy nem írtam rá. Na, hogy nem írtam át. Ez, a sor az volt, de
akkor bocs, még 4 másodperc, meg kell a dalt tudni hozzá. Nyugodtan jöhet. A dal úgy kezdődik, hogy nem nagyon van más, csak a családom, akikben soha, de soha nem csalódom. Belátom barátom, nem lesz mások, aki meg volt, az jól elhagyott, elment, elutazott. Persze, hogy van még a sarki fűszeres lány, aki a valiviai és szeres. Nem pont úgy érzem, ahogy a nő, mert kevés lett mára a szerethető férfi meg nő. 3. verszak. Itt ez a néni, még ő se túl öreg, valaki végre szeretgesse meg. Teljesen mindegy, hogy miket csinált, hogy 44-ben ő vitette el a déd nagypapát. Na és ez. Tehát olyan cenzúra, vagy rémület, vagy öncenzúra van az emberekben, hogy ezt a sort, hogy a házmester néni, megtörtént nálunk, hát ő jelentgette föl azt, aki zsidókat bújtatott, vagy ő maga nagyisten az volt, és valahogy így az a Szeretni még című dalba, ami hát nem akart egy egyszerű kék az ég zöld a fű dallá nőni, ez belekerült ez a sor, és ezért betiltották. Első fejezet, a második az már rövid, jár nekem meg neked is a Dalszerző című alapszakmai folyóirat, kinyitom, rádiós játszási lista, Ent Ferenc Szeretné még. Hát van még egy ugyan nevű zenekar, és írtak egy ugyan nevű számot. Hát még be vagyunk tiltva. 10 hétig rajta voltunk a rádiós játszási lista élvonalán, és akkor fölhívtam a fiút, hogy figyelj, most mégis játszatok? Mi nem? Mit be vagy tiltva? Hát nem értem. És akkor kiderült, hogy vidéki rádióba beleszeretett valaki, ott 500-ször lejátszottak, és továbbadták a haver vidéki rádióknak, úgyhogy ennyi borstörés történt, ez a mi slágerünk, hogy így fejezzem ki magam. De a lényege, és azért ajánlom ezt a dalt mindenkinek, mert ebben tényleg ez van, hogy az ember önmaga döntse el, hogy kit szeret is, és hogy azt miért szereti. Hát és a szeretetnek azért az alapfokozata a megbocsátás. Szóval tessék Szent Pált olvasni, hogyha valaki nagyon szent fazék, akkor legalább a Szent Pált. És akkor még nem beszéltünk a Szigetről, pedig mennyire jó lett volna a Szigetről is beszélni. És még mennyi minden, jó, említetted a Szigetet, de vissza kell majd egyszer jönnöd. Imagine Dragons is. Én is jövök, hogyha hívsz. Jó, gyere. Köszönöm szépen. Müller Péter, szia, mi köszönöm, hogy itt voltál. Szia. Szia. Stop. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.